Sziasztok, napot kívánok, köszöntelek benneteket. Itt csavargunk a mellékutcánkban, ahol csend és nyugalom van. Keresünk egy tényleg nyugodt helyet, ahol nincs senki, és körbenézzük az új járművünket, amit nektek kínálunk, esetleg ha szeretnétek egy jó kis kombit, mert ugye egy kombi Opel Astra-ba ültem be, 1.6-os benzines motor van benne, és ez egy 16 szerepes 105 lóerős motor, finoman, csendesen jár, meg is fogjuk hallgatni motortérből itt a helyen. Ide megállunk, kényelmesen is átnézegetjük a gépet, egyenesbe tesszük a kormányt. 112.211 km futású a járművünk, van szervizkönyve is, itt van mellettem Concerto, ő lapozgatja éppen. Itt ha végignézegetjük, akkor láthatjuk, hogy 110.622, nagyon meg vagyok vakulva, már akkor volt egy szerviz, 21. február 11-én, és itt egész az elejétől végig látjuk, hogy foglalkoztak vele, és itt volt egy klímaszerviz is, valamikor 18-ban, 4 évvel ezelőtt, 101.000-nél, hát gondoltam, hogy akkor ha jó a klímája, akkor mérjük is meg tulajdonképpen, látjátok, van egy ilyen kis kütyűmérőkém, itt ide bedugjuk egy kicsit, és rányomunk erre a kis gombocskára, és megméri ugye a kiáramló levegőnek a hőmérsékletét, 0,3, 6,7, mínusz, látjátok, mínuszba fordul itt már a hőmérséklet, tehát hogy nagyon kellemes, hűvös levegőt fúj, tökéletes, szuper klíma van benne. Van két gyári kulcsunk, ez ilyen távirányítós kulcs, mind a kettő ilyen nyomógombbal rendelkezik, apa anyánál lehet egy kulcs, és akkor mindenki tudja használni az autót. A kormányoszlop az állítható, ugye le, föl, ki, be, négy irányban, tempomatos a kocsink, ez egy szuper jó extra, főleg aki vidéket járja, az élvezni fogja, hogy nem kell nyomni a gázpedált neki. Négy elektromos ablak van benne, jó sok légzsákot kért bele a gazdája, előoldalt és függöny légzsákos a jármű, van ilyen kis szépítkező tükör benne, világítása, sötétedő belső tükör, esőérzékelős ablaktörlő, egy bordkompjúter, digitális az a klíma, azt elfelejtem mondani, tehát ha tekergetjük itt a alul a gombocskákat, akkor látszik, hogy milyen pozíciókat tudunk itt alakítani vele, hova fújjon a levegő, például remélem látjátok, ezt szépen kihasszik, és így összemegy egy ilyen kicsibe, és ott van a kijelző. Ugye a rádió szépen szól, az egy gyári CD-s különben. Marad egy jel, Feri és Peti is itt van velem. Nem tudom, milyen jelet hoztak, valami jó jel, remélem. Igen, 2 év friss műszaki vizsgával adjuk át az autót, tehát ez egy jó jel szerintem. Hátul a fékek kompletten cserélve lettek, fék, tárcsák, betétek, minden, ami hozzá tartozik, szépen fel van újítva teljesen. Az autó egy gazdás, ez most beugrott, ezt előbb nézegettük a papírjai között, állítható az ülésmagasság, itt látjátok az autónak az oldal légzsákját. Na, fekete gyöngyházmetál színű autó van itt előttem, Michelin gumikat szereltetett rá a gazdája, és akkor meg is nézzük ezt a féket, hogy tényleg jó, úgy van, tehát új fékek, minden betétek, újak benne, csövek, minden rendben van hozva, és tökéletes állapotú. Megnézzük az elejét is, tökéletes, igen, a lámpa is szép, nincsen megsárgulva, ezeknek az Opeleknek sajnos itt a felső része, itt ami nagyon a nappal érintkezik erőteljesebben, az így megsárgul, de szerencsére ez lehet, hogy ilyen fedett helyen átcsingózott. Itt van a mocink, ugye, amit mondottam, 1.6 benzin, 105 lóerő. Megy a ventilátor, ugye megy a klímánk, ugye néztük. Tartályban megfelelő folyadékszint, és itt van egy régi címke, 110.622-ről megmaradt ez így az utókor számára. Becsuktuk, megnézzük a csomagtartót is, mert hát az fontos, gondolom, aki kombit vesz, annak nagyon fontos a csomagtartó. Itt az esőérzékelő benne. Egy 6 Twinport. Azt mondja, hogy fölnyílik szépen a hátsó csomagtartó. Pótkereket láttam benne.
kötelező tartozékokat benne hagyta a gazdája, tárlórekeszek vannak itt balkész felől, és ugye lehajtható ülés, már is megnézzük azt is, hogy néz ki. Azt mondja, hogy ennyi, így lehajtottuk, és már is lehet betolni ide egy nagy tábla valami dolgot, ami nekünk szükséges, ha építkezünk, egy gipszkartont, vagy bármit, ami szükségeltetik, egy kis szekrényt, hűtőgépet, mosógépet, mindent bele lehet rakni. Na nézzük akkor, hogy én ezt újra fogom indítani, megnézzük, hogy kihasznak a kontrollámpák. Be vagyok kötve, leálltottuk, bezárjuk az autót, bezár, kinyit, elforgatjuk a kulcsot, menet stabilizátor, ABS, motorcsek, olajnyomás, légzsák, minden szépen kialudt, be is kötöttem magam, most már csak tankolnunk kellene, világításunk pedig világít. Jók ezek az utak itt nálunk, 1000 évesek, folt hátán folt, nagyon szépen megy egyenesen. Csendes a moci, van benne erő, kicsit nyomok egy gázt. Tempomat is benne különben. Mindjárt mutatom nektek, hogy üzemel. Negyedik is nyomunk egy ilyen kis tempomatot neki. Elengedtem mindent. Kinyújtjuk a lábunkat, kényelmesen, nem kell nyomni semmit, és szépen haladunk, látjátok, egy 50-es tempóba, működik benne a tempomat is, jó a klíma, mehetünk jó messzire, jó sok csomaggal, egy jó kis Opel Astrával. Olcsón karbantartható, van hozzá minden, ért hozzá mindenki, van utángyártott alkatrész hozzá minden, úgyhogy bátran lehet venni egy ilyen Opel Astrát hosszú távra. Karbantartás ügyére biztos, hogy jól jártok vele, meg hát van benne végig is minden, biztonsági extra, komfortex, és mind-mind működik az autóban. Várunk benneteket a kereskedésünkben, az M3 autóparkban, a viszontlátásra, sziasztok!